és a KK Ajka között. Szólítom a csapatokat, először a vendégcsapat játékosait. Egyes számmal Horváth Máté. Kapussal Köbli Norbert. És most szólítom a hazai csapat játékosait. Tamás, gratulálok a győzelemhez, hogy van a vérnyomásod? Köszönöm szépen, végül is jó volt közben, most kezdek hozzászokni ezekhez. Hát ez egy magasabb hőfokú mérkőzés volt, ugye a szokásosnál, meg általában idegenben mindig ez van, tehát azért hazai pályán hasonlót nem nagyon látunk, mert ugye a hazai pályán azért általában mi irányítjuk a mérkőzést, most elég hullámzó volt a játék. De hát hál' Istennek, amiért jöttünk, azt sikerült megvalósítani. Elég pörgős játékot láthattunk. Az elején sikerült elmenni egy góllal, de aztán felzárkózott az ellenfél, és a fél időben úgy láttam, hogy valamiért állva maradtak a srácok. Lehetséges, igen. Hát ugye Bajnóczi Mátét kivették ezen a mérkőzésen. Hát ugye készültünk erre, de mégsem úgy ment a játék, tehát ugye amiket megbeszéltünk, hogy játszani kellett volna, abba belehibáztunk. Tehát azt mondom, hogy készültünk erre, meg is volt beszélve ugye a héten, meg ugye most is a meccs előtt az öltöző, hogy miket kéne játszani. Nem mindig tudtuk jól megoldani, meg ha a helyzetbe kerültünk, szélről nagyon sok zicser kimaradt az első fél időben főként. Tehát most azt mondom, hogy a jobb szél meg a bal szél az most tehát nem tett annyit hozzá, mint amennyit szokott, holott a helyek megvoltak, tehát azért meglőttük a kapust, főleg ugye a bal szélről. Az első fél időben ez benne van, tehát azt mondom, hogy ezért kellett változtatni. Tehát utána ugye mind a két szélre cseréltünk, úgy, ahogy akkor már egy kicsit több vagy jobb volt a helyzet kihasználás, de azt gondolom, hogy az egészet ugye a második fél időben az utolsó 20 perc védekezésre döntött el. Ugye valamit lépnünk kellett, mert amire készültünk, hogy talpról rengeteg gólt lőnek, ugye a gyorskezű irányítójuk általában fölfelé, tehát ezt is megbeszéltük, ennek ellenére rengeteg gólt lőtt, nem tudtuk levédekezni, nem értünk ki rá, nem takartuk be a kezét. Hát muszáj volt változtatni, ugye kivettük a játékból ugyanazt a játékot, amit ők nálunk. Ugye ez aztán a javunkra billentette a mérleg nyelvét, mert azért a mi védekezésünk összességében jobb, ezt a tabella is mutatja, tehát jóval kevesebb gólt kaptunk, mint ők. És ebben a felállásban ugye többet tudtunk védekezésben nyújtani, mint ők. Meg hát ugye a friss embereink azért azt gondolom, hogy tettek is hozzá, meg a végén már azért volt játék is, tehát az már kezdtünk alkalmazkodni ahhoz, hogy mit játszunk ezzel ellen az 5-1 ellen. Tehát hiába gyakorlunk azért edzésen, az más, mint amikor a mérkőzésen ezt élőbe, ugye magasabb hőfokon kell ezt előadni. És hát meg mindehhez még ugye a játékvezetésre sem is vigyázni kell, ugye megbeszéltük, hogy nem szövegelünk azért ettől függetlenül itt a végén. Ugye mert ő nekik ez egy kapaszkodó, hogy fölhergelik az ellenfelet, ez a hazai pályán is így volt. Ugye most is azért visszaszóltunk mindjárt páros kiállítás alatt, megbeszéltük, hogy nem szólunk vissza, nem dumálunk, akkor fölment a vérnyomásom, igen, mikor megbeszélünk valamit, és nem. De hála Istennek akkor azért már megvolt az előny. Na most ugyanez egy döntetlen állás, de nem biztos, hogy bejön, akkor előjavukra dől el a mérleg nyelve, és akkor nagyon bosszusak vagyunk a végén. Most ez így belefér, de azért ebből is tanulni kell, tehát nem kell fölvenni az ilyen csapatonnak a stílusát, ő nekik a játékukhoz ez is hozzátartozik. Ők mondjuk múlt héten lehet, hogy ezzel tudtak nyerni Pápán 1-1.
mert a pápa belement ebbe az adókapokba idézőjelben, vagy ebbe a szövegelésbe, és akkor mindjárt jönnek a páros kiállítások, az minket jobban megzavar, mert nem tudjuk játszani a játékunkat. Most már azt gondolom, hogy a második fél időben ez jobban ment, meg hát mondom, a védekezésünk feljavult, abból tudtunk indulásgólokat lőni, sőt hagytunk is kétára, az egész mérkőzésen szerintem kihagytunk egy 8-10 zicsert szélről indulásból összesen, tehát azért magunknak is köszönhetjük, hogy szorosabb lett. Én azt gondolom, hogy azért tehát a játékuk, számunkra azért ismert volt a játékuk, ez a baj, hogy ezt nem tudtuk jól megoldani, tehát ezeket a talpról lövéseket megettük, a beállónál megbeszéltük, hogy mit védekezzünk, az elején rengeteg labdát kapott, heteseket harcolt ki, tehát ezt az elején nem tudtuk jól megoldani, hiába készültünk, utána mondom a saját védekezésünkkel, meg az indulásgólokkal tudtunk fordítani. Azt mondtad nekem valamelyik nap, hogy nézzem meg idegenbe, hogy játszanak a srácok, mert a hazai pályán lehet, hogy egy kicsit zavarban vannak, viszont elég sok ajkai szurkoló kísérte el most a csapatot. Nem lehet, hogy ez az első fél időben ez fogta egy kicsit vissza a játékot? Hát, megmondom, tehát persze, örülünk, hogy eljöttek az ajkai nézők, azt gondolom, hogy látok egy jó hőfokú mérkőzést, amit azért a hazai pályán nem biztos, hogy mindig ugyanezt a teljesítményt látták tőlünk, annak érje, hogy esetleg győzelmet hozzunk. Lehet, hogy egy kicsit rágörcsöltünk a mérkőzésre, meg minden nagyon jól akartunk csinálni, meg minden, mert ugye sok minden volt már fejünkben, hogy az ellenfél mit lép, akkor mi mit fogunk csinálni. Ugye most az elején majdnem azt mondom, ebből nem azt mondom, nagy káosz lett, de volt egy-két meg nem értés a pályán, azt, aki ért hozzá, azt látta. Tehát hiába tudtuk, hogy mit akarunk csinálni, valaki nem jól döntött abban a mozgásban, mondjuk, amit kellett volna, és mindjárt nem lett belőle lövő helyzet. Viszont érdekes, mert voltak olyan momentumok is, ami szintén mondjuk egy időkérés után az első félidőben megbeszéltük. Három passzból gólt lőttünk belőle, tehát azt jelenti, hogy voltak olyan játékaink, amit hogyha tudunk játszani, akkor az gólveszélyt jelent. Tehát ez pozitívum, ebből majd próbálunk tovább lépni. Hát most túl sok volt a hiba, és így is tudtunk nyerni, tehát, és ráadásul idegenben a rivális ellen. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen dicséretes. Én azt gondolom, hogy fogunk ennél még jobban is játszani, kevesebb kihagyott helyzetek, kevesebb hibával, és akkor még jobb lesz ez. Ennek a mérkőzésnek elég nagy volt a tétje. Mit jelent ez most, hogy megnyertétek? Egyenes út van az MH1-be? Hát egyenes út nincsen, mert a jövő héten ugye játszunk a Veszprém, mi utánpótlással az U23-mal, ugye azt nem tudjuk, hogy milyen felállásban játszanak, ugye ővelük X-et játszottunk ugye Veszprémbe annak idején, tehát az nem lesz könnyű. Most nekünk az a lényeg, hogy ezt a két pontos előnyt, meg ezt az egy gól előnyt, ami az egymás ilyen eredményben jelentkezik, mert ott egyen nyert nálunk a Gotthard, ugye mi meg itt kettővel sikerül nyernünk. Azt mindenképpen meg kell őriznünk, tehát pont azonosság esetén is még mi vagyunk a jók, de hát próbáljuk ezt az előnyt megtartani. Reméljük, hogy ezt a két meccset, ami most szintén azt mondom, hogy mindig azt mondjuk a sorsdöntő mérkőzés, de azért a sorsoláson látszott, hogy az első hat fordulóban sok minden eldől. Most négyen vagyunk túl, még kettő van, ugye a Veszprém, illetve a Balatonfüred. Az mindegyik kiki meccs lesz, tehát az első 3-4-5 csapat, az bármilyen eredményt tud ezek a csapatok egymásán produkálni, most ebből egyelőre mi állunk a legjobban. De igazából ez volt az a mérkőzés, amitől féltetek, és amire azt mondtátok, hogy ha ez meg lesz, akkor azért jók vagyunk. Hát most nekem, én azt mondom, hogy ebbe az NB2-es jelenlegi mezőnyben azt mondom, jók vagyunk, de nem vagyunk rosszak. Tehát mondom, van tudatos játékunk, mondom, egy kicsit sajnálom a sok kihagyott zicser, de tehát most is azt gondolom, hogy meg lett volna a nagyobb előny is akár, hogyha, vagy az első fél időben ugye nem ennyire szoros, mert ha belőjük az icereket, akkor azt mondja, 3-4 góllal vezetünk, és akkor az ugyanolyan megnyugtató, mint ahogy múlt héten mondjuk Keszthelyen, és akkor az sokkal nyugodtabb játékot játszunk a másik fél időben. Most ez így sikerült, én mondom, örülök a győzelemnek, meg amiért jöttünk, azt meg tudtuk valósítani, így megyünk tovább, aztán mindig a következő mérkőzésre koncentrálunk, mint a nagy futballedzők szokták mondani, de ez az igazság egyébként, de nem nézegetjük azt, hogy majd hányadikok leszünk, meg hogy smint, tehát én is úgy vagyok vele, hogy hétről hétre próbálok felkészülni, ugye most, ugye múlt héten a Keszthelyből megbeszéltük, mire kell figyelni, bejött, most is megbeszéltük, most is bejött volna, ha jól csináljuk, nem csináltuk jól, de mégis tudtunk nyerni, tehát ez a csapatnak a tartását mutatja. Én készültem közben olyan kérdéssel is, hogy ha nem nyertek, mert azért az 5 gólos előnye a Szent Gotthárnak azért az erős volt. Nem gondoltam, hogy ebből sikerül felállni. Igazából a küzdeni akarás megvolt a srácokban, és én tényleg azt láttam, hogy ők nagyon teljesíteni akarnak és nyerni akarnak. Én ennek tudtam be a hibákat. Valószínűleg így volt egyébként, tehát lehet, hogy azt mondom, hogy nem ennyire kiérezett meccset játszunk, vagy nem ennyire fontos meccset játszunk, hanem játszunk egy tegyük fel egy edzőmeccset a Szent Gotthárral, akkor lehet, hogy 8-an nyerünk, tehát ez benne van a pakliba. Hát igazából igen, amikor az első fél idő, azt hiszem 9. perce körül kértem időt, illetve a második fél idő, bocsánat, amikor ugye 5 gól volt közt, azt hiszem 19-14 volt, ha jól emlékszem.
Ugye ott lépni kellett valamit, mert látszott, hogy nem tudjuk tartani az irányítójukat, tehát ott megpróbáltuk azt, megbeszéltük, hogy ismét átbeszéltük időkérdést, hogy mire kell figyelni, és hát úgy néz ki, hogy azt sikerült megoldani, ők nem tudtak ebből tovább lépni, tehát hála Istennek ez eldöntötte a mérkőzést, tehát most ez egy ilyen, és magam a dicsérem, egy ilyen sikeres edzői húzás volt, mert a csapat meg tudta valósítani, az edző meg örül neki, hogyha a csapat megvalósít valamit, és ezzel tudtunk fordítani mínusz 5-ről. Ugye volt már plusz 3 is nekünk a végén. Ugye a végén egy kicsit ott elhamarkodtuk, vagy nem értettük igazán meg egymást, hogy mit akarunk az utolsó fél percben, vagy egy percben játszani. Azt kicsit sajnálom, mert ugye volt közt a 3, kaptunk róla egyet, tehát 2 lett a vége, lehetett volna 4 is, hogyha odafigyelünk rendesen. De tehát az egy magabiztosabb, de így se rossz, tehát ennek is nagyon örülünk. Kicsit talán most magunk ellen is fogok beszélni, de azért valljuk be, hogy a Szent Gotthárdnak a pályája közel nem olyan, mint az Ajkai pálya. És viszont a mérkőzés azt mutatta, hogy nagyjából egy egyenlő erősségű csapat a kettő, tehát azért valljuk be, hogy nem a pályán múlik a játék. Egyértelműen nem a pályán múlik természetesen. A pálya mérete egyforma, meg a kapu mérete és meg a labdája is, tehát igazából ez bármilyen pályán lehet játszani ezt a mérkőzést, vagy ezt a játékot, igazából amire a fiúk kitesznek a pályára, egyértelmű, hogy azon fog múlni. Hát most persze létesítményhelyzet mindenhol lehetne javítani, tehát azért is látunk már sok pályát, most visszatérve erre. A miénk azért azt mondom, hogy az Ajkai az egy, hát ezen a szinten egy úgymondom közepes szintű infrastruktúrális létesítmény, úgy gondolom. Látjuk, hogy folyamatosan fejlődik, ugye pályázatok útján lehet mindig fejleszteni, ennek örülünk, tehát most ugye lehet ebbe pénzt találni, illetve lehetőséget, hál' Istennek a TAO-s támogatásba. Úgyhogy reméljük, hogy Ajkán is így a beadott pályázatok útján ugye lehet majd tovább fejleszteni a kézlabdát, meg a gyerekek minél többen kézlabdáznak. Erre azt gondolom, hogy megvan azért a háttér, most már alakulgat a szakmai háttér is, meg a létesítmény is, reméljük így fog alakulni. És akkor egy marad egy népszerű sportág Ajkán a kézilabda, és megpróbáljuk a fiatalokat erre a sportra megnyerni magunknak természetesen. Mind a mellett, hogy a többi sportág is élvezze a bizalmat, mert Ajka most már azért azt mondom, hogy elég nagy léptékben fejlődik ebben. Biztatjuk a fiatalokat, hogy minél több utánpótlást küldjenek a bizonyos sportklubokhoz Ajkán, mert azt gondolom, hogy jó kezekbe kerülnek, hogyha hozzánk jönnek. Igazából azt szerettem volna hallani tőled, hogy épül az új sportpálya, vagy új kézilabdacsarnok nem sokára, erről mit tudunk? Így van, hát nemrég volt egy megbeszélés ezzel kapcsolatban, ugye a pályázat, ugye elnyert pályázat, ami a megépítésével kapcsolatos az új kézilabdacsarnoknak. Igazából egy módosítást szeretne a vezetőség végigvinni a csarnok építéssel kapcsolatban. Igazából ennek költségvonzata van, tehát nem tudjuk, hogy milyen elbírálásban fog ez részesülni, de azt bírjuk, vagy azt próbáljuk átvinni, hogy ugye a volt bányászpálya kiszolgálója épülete ugye föl lett újítva, és mellé lett volna építve összekötéssel egy új munkacsarnok, úgymond a kézlabda részére. De hát ugye látjuk, hogy a foci utánpótlás, illetve a jégkorong hatására ugye az épület már szinte telített, azt lehet mondani, sőt már így is kicsi. Úgyhogy azért kellene módosítani, hogy a kézlabda egyáltalán odaférjen ebbe az új sportcsarnokba, tehát a létesítményt olyanná kell építeni, vagy kellene, ami nem csak egy munkacsarnok, mert öltözők is kellenek, és más kiszolgáló létesítmények, mert egyébként nem fog ez az utánpótlás férni ott. Úgyhogy ezt a módosítást próbálja az elnökség, úgy tudom, hogy végigvinni, ha ez sikerül, akkor mindenképpen sinnen lesz a dolog. Tehát most van egy elnyert pályázat az előzőre, tehát az azt jelenti, hogy a munkacsarnokra, de hát, ha a módosítást elfogadják, akkor valószínűleg sinnen lesz ez is. Ez a jövő zenéje, tehát ezzel kapcsolatban folynak a tárgyalások Budapesten, úgyhogy ez majd ki fog derülni. Én azt gondolom, hogy ha így játszatok tovább, akkor ennek semmi akadálya nem lesz, hogy az úgy legyen, ahogy ti szeretnétek. Úgy gondolom, hogy a játékunkon meg a srácok hozzáállása nem fog múlni. Mi megteszünk mindent azért, hogy Ajkai kézlabda följebb jusson. Egytől egyig, akik itt voltak mai a mérkőzésen, illetve a nézők is láthatták szerintem. Úgyhogy várjuk legközelebb is őket egy ilyen hőfokú idegenbeli meccsre, mert idegenben általában egyébként hasonló, tehát nem azt mondom, hogy nem lehet, már mondtam ezt, hogy nem lehet ráismerni a csapatra, de valahogy a más hőfokkal játszunk egyébként, mint hazai pályán, de örülök, hogy jól jöttünk ki belőle, tehát és ezt most mind sokan látták.
A kapuban fogták Péter! Thank you.
Thank you.
szurkolók. Megtörtént a sorsolás is. A 13-46-69-es sorszám. Amen.